Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A Dunai árhullám megérkezik Gemencre. Teljes erdőlátogatási tilalom és útlezárás szeptember 18-ától. Online orvosi igazolás. Szeptember 1-től lépett életbe az intézkedés. Fiatal egyedek bal szerencsés időzítése. Tömeges fecske pusztulás. Egy fürt szexárd, alkotóművészeti kiállítás. Szeptember 18-ától a Gemenc ZRT határozatlan időre elrendelte a teljes erdőlátogatási tilalmat. A csoportos és egyéni túrákra, a vízitúrákra is vonatkozik a tilalom. Az 55-ös számú úton is lezárásra kell számítani a Dunai árhullám miatt. A társaság leállítja a gemenci állami erdei vasút közlekedését, zárva tart a pörbölyi ökoturisztikai központ is, valamint elmaradnak az ökoturisztikai programok. A ciklon következtében a Duna vízgyűjtő területén lehullott nagy mennyiségű víz megérkezik Európa legnagyobb egybefüggő ártéri erdejébe, Gemencbe is. Ennek előzményeképpen több mint egy hete megkezdtük az árvízvédelmi munkákat, ami jelenti a faanyagnak a kihordását a hullámtéri területekről, az épületeinknek a kiürítését, a műszaki létesítményeknek a védelmét és a vadállomány szoktató etetését a vadmentő dombok, körtöltések és az ármentett területek irányában. Elrendeltük az erdőlátogatási tilalmat a mai naptól. Az erdőlátogatási tilalom minden vízi, szárazföldi járműre és gyalogos közlekedőkre is vonatkozik. És pontosan tudjuk azt, hogy mivel tudjuk a vadállományunkat a legnagyobb mértékben segíteni a túléléshez, ez pedig az, hogyha nyugalmat hagyunk a vadnak, és azokon a természetes vagy mesterséges magaslatokon, amelyek rendelkezésre állnak, a vad nyugalmat talál. Kezdeményeztük a vármegyei védelmi bizottságoknál az 55-ös főútnak a lezárását is, ami szintén a vadvédelmét szolgálja. A felázott erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A vészhelyzetet tovább fokozza, hogy a Duna gyors emelkedése miatt a területen a víz erős sodrással érkezik. Új igazolási rendszer lépett életbe szeptember 1-től. A gyermek betegsége esetén az iskolai hiányzásról, távolmaradásról az orvos az elektronikus egészségügyi szolgáltatási téren keresztül továbbítja a Kréta rendszerbe a szükséges orvosi igazolást. A témával kapcsolatban dr. Barna Györgyi tolnai házi orvost kérdeztük. Könnyebbsége a szülőknek, orvosoknak, vagy pedig még nehezebbé teszi az eddigi jól működő papíralapú igazolást most leváltó elektronikus rendszer? Mi már tesztüzemmódba próbálgatjuk ezt a Kréta rendszert, ami azt jelenti, hogy az EST-ben való csatlakozás után mi az igazolásokat ebbe az online formába tudjuk feltölteni, illetve elküldeni, ami azt eredményezni, hogy az iskola és az óvoda fogadja az igazolásokat, tehát nem kell papíralapon nyomtatni, nem kell a szülőnek eljönni az igazolásért, csak ellenőrizni azt, minden betegnek mondjuk is, hogy kérdezze rá, hogy megérkezette. Szakmabeli visszajelzések alapján még nem annyira zökkenőmentes ez az új igazolási forma. Ez az igazság, hogy még döcög. Nálunk például egyik nap működött, másik nap nem működött. Az óvodásoknál egyáltalán nem működik még, az iskolásoknál meg így változó. Dr. Barna Györgyi szerint megoszlanak a szülői vélemények, bár a témával kapcsolatban még kevés a tapasztalat. Nekünk a szülők, akiknél sikerült beküldeni ezt az igazolást, azok örültek. Azoknak könnyebbséget jelent. Van szülő, aki azt mondja, hogy ő neki saját magának sincs hozzáférése a Krétához. Úgyhogy igazából még olyan kevés tapasztalatunk van, hogy még nem tudom azt mondani, hogy most kinek jó ez igazából. A házi orvos elmondta az előnyeit és hátrányait az új igazolásos folyamatnak. Nekünk abból a szempontból biztos, hogy jobb, hogy nem kell nyomtatgatni az igazolásokat. Viszont
Szépen növekszik ugye a betegforgalom, és megyünk bele a csúcsidőszakba, és hát nekünk vannak olyan aggodalmaink, hogy amikor ugye 80-90 százas betegforgalom van, akkor nekünk ez azért egy kicsit meg fogja lassítani a dolgunkat, vagy a munkánkat, úgyhogy nekünk nem biztos, hogy ez annyira nagy könnyebbség, mint amennyire gondoltuk. A szisztéma még szinte ismeretlen, időbe telik, mire teljesen átlátható és könnyen kezelhető lesz. A Dunán levonuló árhullám miatt, valamint a vizek kártételeinek megelőzése céljából a felkészülés támogató és a védekezést biztosító intézkedések megtétele érdekében Paksváros közigazgatási területére az önkormányzat szeptember 17-én 8 órától másodfokozatú védekezési készültséget rendelt el. A védekezés ideje alatt a polgármesteri hivatalban ügyeletet tartanak, a védekezés szempontjából minden jelentős eseményt feljegyeznek. Megtalálták a két hete rejtélyes körülmények között Kalocsa Dusnok környékén eltűnt 29 éves Bódog Dániel holttestét. Ezt a fiú édesanyja közölte Facebook oldalán. Dániel az eltűnésének napján Kalocsa és Sükös között lett rosszul egy buszon, ezért leszállt arról. Egy szemtanú szerint a fiú zavartan viselkedett, egy hídról a Vajas csatornába is leugrott, majd onnan kimászott. A fiút a hatóságok és önkéntesek is sokáig hiába keresték, egészen ez idáig. Édesanyja bejegyzésében azt írta, Dánielt valószínűleg baleset érhette. Megkért mindenkit, hogy a találgatásokat kerüljék el. A szekszárdi rendőrök két óra alatt kétszer fogták el azt a Decsen élő férfit, akit a bíróság több évre eltiltott a vezetéstől, ráadásul olyan autóval, ami műszaki szempontból alkalmatlan volt a közlekedésre. A sofőrt a napokban a reggeli órákban igazoltatták, majd bevitték a rendőrkapitányságra, ezt követően elengedték. Még írták a feljelentéseket, amikor nem sokkal később egy másik járőrpáros újra megállította Szekszárdon a sofőrt. A férfit ismét előállították, ekkor már elvették tőle a kocsi kulcsát és a rendszámot is leszerelték az autóról, nehogy ismét késztetést érezzen a vezetésre. A hétvégén tömeges fecskepusztulás történt hazánkban. Ez Szekszárdon és a Duna mentén is tapasztalható volt. A szélsőséges időjárásban rengeteg egyed, többnyire fiatalok rossz döntést hoztak. Ez egy természetes folyamat, mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője. A madaraknak megvan az a szuper képességük, hogy megérzik a több ezer kilométerről érkező veszélyforrást jelentő időjárást. A madarak tudják, hogy jön a nagy kihívásokat jelentő időjárás, és döntést hozhatnak, hogy elmennek, vagy megnézik közelről, hogy ez milyen lesz. Most az itt maradó, bajba kerülő fecskék, messze-messze túlnyomó többsége egyébként érthető módon a fiatalok, az idei fiókák közül került ki, akik hiába van bennük egy ilyen ösztön, nem döntöttek jól, vagy egy részük nem döntött jól. A fecskék rendkívül gyorsan repülnek, naponta akár 1000-1500 kilométert képesek megtenni. Táplálékukat kizárólag repülőrovarok teszik ki. Természetes ellenségük nincs, de a klímaváltozás következményeiben kialakuló szélsőséges időjárásra különösen érzékenyek, ami tizedeli állományukat. Nem kell rögtön Afrikába elvonulni, le lehet repülni mondjuk a mediterrán térségbe, valahova a horvát tengerpartra, és ott megfelelő körülmények között lehet átvészelni. Ugye a fecskeállományunk jelentős része valószínűleg így tett, különösen az öreg madarak. A gond itt azzal van, hogy a meteorológiai radarok érzékelik ugye a madarakat is, különösen nagy madárfelhőket, ezek alapján úgy tűnik, hogy Magyarországon, Balaton és Tokaj térségében ilyen 1,2, illetve másfél millió fecske volt mindegyik helyen külön-külön. Tehát valószínűleg legalább egy olyan 2,5-3 millió fecske minimum volt az országban, de ennél valószínűleg jóval több. A parti és füsti fecskék várhatóan jövő év június 10-e körül térnek vissza Afrikából, amikor ténylegesen kiderül, hogy ez a pusztulás okozott-e jelentős károkat a hazai állományban. A Magyar Falu Program pályázatán 35 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert FAD Nagyközség önkormányzata a Békeköz és az Aranyköz útfelújítására. Számolt be a hírről Bordás József, a település polgármestere Facebook oldalán. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Ez már régi probléma a településen.
ezek viszonylag központi helyen lévő utcák, település központi helyen lévő utcák, és hát már régóta elődeim is több pályázatot beadtak rá. Én mióta polgármester vagyok, 2 éve ez volt a második, amiben beadtuk szintén, és hát nagy örülünkre most sikerült megnyernünk a pályázatot. A Magyarok Dalszínház elhozta Made in Hungária című előadásukat a Tolnai Művelődési Központba. A közkedvelt musical Fenyő Miklós fiatalkorát idézi vissza, miután hazatért Magyarországra Amerikából. Az előadás során szeptember 16-án este a felcsendülő Hungária dallamokkal varázsolták színpadra a színészek a 60-as évek hangulatát. A fellépésük előtt Ondrik János mesélt a megtisztelő főszereplői feladatköréről. Biztos, hogy más karakter, mint én. A korszak is más, mint amik mi vagyunk gyakorlatilag. Ugyanakkor a zenén, azon a rockabillyn keresztül, ha az ember elkezdi ezt hallgatni, elkezd ráhangolódni arra a lazaságra, vagy egy grízt, ha látta az ember, akkor ezen a világon keresztül azért könnyű belehelyezkedni ebbe a jampi fiúk és jampi lányok, rágugumizunk, kint héderelünk a parkban, kicsit rendszer ellen lázadók vagyunk, és közben éljük ezt a gyönyörű szerelmet, fantasztikusan jó amerikai stílusú zenét. Tehát nehéz volt, mert nem az én figurám, könnyű volt, mert a zene fantasztikus, és viszi az embert bele a történetbe, a hangulatba. Egy fürd szekszárd alkotóművészeti kiállítás nyílt meg a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban szeptember 16-án. A szekszárdi szüreti napok ezzel veszi kezdetét immáron 3. éve. A tárlatot a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és a Mihalovics Zsolt vezette bogyiszlói zenekar nyitotta meg. Berlinger Attila, Szekszárd város polgármestere is részt vett a megnyitón. A kiállítást most már 3. éve rendezik meg. És ennek mi is lehetne kiválóbb nyitánya, mint egy olyan összművészeti kiállítás, amely nevében is megidézi ezt a csodálatos ünnepet. Egy fürd Szekszárd címmel hirdettük meg annak idején még, amikor én is ennek a háznak a vezetője lehettem, kiváló kollégáimmal együtt gondolkodva azon, hogy mivel tudnánk még egy picikét még inkább szélesíteni azt a programsorozatot, azt a repertoárt, amellyel várjuk a vendégeket, és így jött az ötlet, hogy hát mutassuk meg a saját művészeink, a saját alkotóinkon keresztül ennek a tájnak a szépségét, a bor sokszínűségét, a szüreti hagyományokat, és mindent, ami igazából ennek a nagy rendezvénynek a savát borsát képviseli. Az idén 37 alkotó állította ki műveit sokszínű formában. 2 szülőfürtöt, az egyik az ez aranysárga, a másik pedig egészen sötét, majdnem fekete, tehát egy ilyen a nap aranya és a kék frankos szülőfürtöket, ezt én egy táborban festettem, mert a Bárka művészeti tagjai nagyon sokat járnak táborban, és nagyon szeretünk együtt lenni, együtt festeni, együtt táborozni, taggyűlésekre járni, egymást segíteni, úgyhogy itt is elég sokan vagyunk, akik hoztunk alkotásokat. Az idősebb korosztály is aktív részese ennek a napnak, és örömmel tölti el őket ez az esemény. Most is hoztam libatojásokat, amikre szőlőfejeket hímeztem, illetve szőlőfejeket fúrtam, és ezen kívül pedig nemezeléssel, üvegmozaikkal, üvegfestéssel foglalkozom. Egy picit kilógok a festőművészek köréből, de nagyon jó velük együtt lenni. Értékelik az ember munkáját, és hát egymásét is nyilván, és nagyon jó kis közösség alakult ki, és örülünk, hogy a Babits Mihály Művelődési Központ lehetőséget ad nekünk minden évben most már, hogy megmutassuk a munkáinkat. A tárlatot egészen október 15-ig lehet megtekinteni. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Leköszönő képviselők utolsó döntések Pécsen. Létszámot növelnek a polgármesteri hivatalban. Járj 2 keréken dolgozni az egyetemre. Nyereményjáték díját adó. Lemezbörze Kaposváron. Pop, jazz, rock és metal, de mesebakelitek is gazdára találtak. Utolsó döntéseit hozta meg a pécsi közgyűlés jelenlegi összetételében kedden. Ennek ellenére olyan létszámbővítést fogadott el a baloldali többség a polgármesteri hivatalban, ami a lejáró cikloson túl is hatással lesz az önkormányzatra a polgári oldal szerint. A mostani városvezetők azt mondják, szakmai indokai vannak az új munkatársak alkalmazásának.
A polgármester köszöni meg munkájukat és ad búcsú ajándékot a leköszönő képviselőknek a pécsi közgyűlésben. Az ő szavazatukra is szükség volt a baloldalon szeptember 17-én, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítését átvigyék az utolsó testületi ülésen. A létszámbővítésre szükség van, mondta az alpolgármester. Kb. 30 főről beszélünk, a vitatott létszám talán 6 fő, 24 esetben semmilyen vita nem áll fönn. Ugye az azt jelenti, hogy sem a hagyatéki ügyek, sem a lakásügyek, sem a klímavédelmi osztály. Ugye a klímavédelmi osztály miért fontos? Mert jövőbeni uniós közvetlen pályázatok előkészítésébe sokkal nagyobb fokozatba kell kapcsolni. A kommunikációs központ kapcsán van egy régi vita. Tehát ebben az a kérdés most, hogy melyik oldalról akarom nézni. Egyrészt az, hogy a kommunikációs központ nálig az ott a vita, hogy sokba kerül. Csak a nyomdaköltség évente 100 millió forint volt, ebből lehet faragni az átszervezéssel úgy, hogy a hivatalhoz kerülnek a városi sajtókiadványok, véli az alpolgármester. A kommunikációs osztály fő feladata a turizmus erősítése lesz Ruzsa Csaba szerint. A polgári oldalon attól tartanak, hogy a baloldali propagandalap munkatársai és a városvezetéshez köthető emberek kerülnek be a döntéssel a polgármesteri hivatal munkatársai közé, ezt tették szóvá az ülésen. Ez a szándék kizárható lenne, akkor nem most még a mostani többséggel kívánta volna a polgármesterről megszavaztatni ezt a személyi változások tömkeregét tartalmazó előterjesztésre, hanem azt mondta volna, hogy van egy ilyen javaslatom, beviszem az új közgyűlés elé, meg leegyeztetem az ottani képviselőkkel, pécsiek ezt várták tőlem, kezdjük el a munkát együtt. Ehhez képest még itt az utolsó pillanatban átszusszakolni egy ilyen jelentős előterjesztést, ennek nem lehet más az üzenete, mint valamiféle hatalmi átmentés és a választói akaratnak a megerőszakolása. Ez lehet a háttér. Csizmadia Péter kérte a napirend elnapolását, de ezt leszavazták balról. A Tiszta Kezek frakcióvezetője is ugyanezt kérte, de ő sem járt sikerrel. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy tulajdonképpen trójai falovak-e ezek a státuszok, és kíváncsi vagyok arra a szakmai minőségre, amivel majd megtöltik ezeket a pozíciókat. Én biztos, hogy partner leszek abban, hogy a szakmai frissülés, vagy az újító kreatív gondolatok azok hangsúlyosabbá váljanak, és az viszont valóban egy komoly félelem, hogyha mégis azt tapasztaljuk, hogy ide nem szakmai alapon kerülnek be ezekbe a státuszokba az emberek, hogy akkor így tudjuk őket lecserélni. Ebben én azt gondolom, hogy kell egy kis bátorság, meg egy komoly elhatározás. Végül az új közgyűlés munkába lépése előtt 2 héttel a városvezetői oldal régi képviselőivel megszavazták a létszámbővítést a polgármesteri hivatalban. Ez idén 47 millió forint, jövő évre pedig 290 millió forint többletkiadást jelent a pécsi önkormányzatnak. A Járj két keréken dolgozni az egyetemre elnevezésű PTS Zöld Egyetem programban résztvevőknek rendeztek nyereményjáték díjátadó ünnepséget. A márciusban indult kerékpározási program 4 hónapja alatt több száz kilométert tettek meg a résztvevők otthonuk és az egyetem között. A program célja a környezeti fenntarthatóság és annak népszerűsítése volt. A nyereményjáték ünnepélyes átadója alkalmával a kerékpározáshoz hasznos komplett felszerelést vehetett át Bandi Szabolcs Ajtony főnyereményként. Ő ugyanis 4 hónap alatt 320 kilométert tett meg munkába járása során, viszont az egyéb programjaival együtt 500 kilométert sikerült kerékpároznia. 2 oka is volt, az egyik az egyetemnek egy korábbi programjában sikerült bringához jutna az egyetem részéről, és nagyjából ez egy időben láttam, hogy meghirdetésre került ez a program, úgyhogy gondoltam, ha már így honorálta ezt a szándékot az egyetem, hogy bringával is közlekednek, akkor belevágok ebbe. És abszolút egy jó tapasztalat volt, megmondom őszintén, a munkában járás így még gyorsabb és mindenféleképpen élvezetesebbé is vált, mint korábban tömegközlekedéssel és vagy gyalog. Ezen a héten zajlik a mobilitási hét. Idén újdonság, hogy az egyetemi karokkal, valamint a gyakorlóiskolákkal összefogva rendezik a programokat. Tájékoztatott Navracki Fanni, a PTS Zöld Egyetem program programmenedzsere. A célunk gyakorlatilag ezzel az, hogy az egyéb kerékpáros programok mellett, ami nyilván egész évben fontos, de az időjárás viszontagságai miatt nem mindig van erre lehetőség. Arra sarkaljuk a munkatársakat, illetve a hallgatókat, diákokat egyaránt, hogy minél inkább kerékpárral közlekedjenek, és
támogassák a zéró emissziós közlekedést, illetve hát erre sarkaljuk őket. Nagy hangsúlyt fektet a Pécsi Tudományegyetem a környezeti fenntarthatóságra és annak népszerűsítésére, ezen belül is a közlekedés fenntarthatóságára vagy a fenntartható közlekedésre, ez Decsi István kancellár mondta. A városi közlekedésben a kerékpáros közlekedés egy ilyen fenntartható forma, és nagyon sok pozitívumot hordoz magával, akár a kerékpárjárók egészségére gondolunk, de a napi életet is megkönnyítheti, hogyha valaki tudja így szervezni az életét, akár a közlekedésre, a közlekedi dugókra, vagy a parkolásra gondolunk. Épp ezért indult el ez a program, illetve a kerékpáros közlekedés népszerűsítése. Már tavasszal volt egy felhívásunk, amire nagyon sok egyetemi polgár jelentkezett, akkor az egyetemi kerékpárokat helyeztük ki hozzájuk, és biztosítottuk a használatot számukra. Ezt követően pedig indult a mostani nyereményjátékunk, aminek keretében több mint 1000 fénykép érkezett be, amiben azt mutatták be az egyetemi polgárok, hogy aznap bizony kerékpárral jöttek. Mindez ennek a közlekedési formának a létjogosultságát mutatja. A tapasztalatokat szeretnék a következő időszak fejlesztéseinél felhasználni, tette hozzá a kancellár. Egyetemünk már több alkalommal nyerte el a kerékpáros közlekedés címet, és ennek az együttműködésnek is köszönhetően a KTI-vel most egy tesztprogramba veszünk részt, a pedelek kerékpároknak a tesztprogramjában, aminek keretében 2 munkatársunk egy másfél hónapig még használja ezeket a kerékpárokat, és az itt lévő tapasztalatokat is szeretnénk mi is hasznosítani. A nyereményjáték alkalmával a kerékpározáshoz szükséges felszerelési eszközöket lehetett átvenni a szerencséseknek, a Jár két keréken dolgozni az egyetemre elnevezésű PTE Zöld Egyetem program során. Pop, jazz, rock és metal, de mesebakelitek is gazdára találtak a hétvégi kaposvári lemezbörzén. Volt, amelyik pár száz forintért kelt el, de több tízezer forintos ritkaságokra is találtak itt a gyűjtők. 4 év szünet után idén nyáron indult újra a kaposvári lemezbörze, ahol fiatalok és idősebbek egyaránt keresték kedvenc bakelitjüket. Lemezeket keresek, és amit találok, olyanokat. Van kedvenc, akit kiváltképp mondjuk meghallgatnál? A Omega, de azt még nem találtam. Az egész országból érkeztek a lemezgyűjtők, akik kínálatában a többi között jazz, pop, rock, metal és mesebakelitek egyaránt voltak. Az alapján válogatok, hogy vannak olyan lemezek, amikből, hogy úgy mondjam, így kiszeret az ember, már nem hallgatja, és akkor ezeket elhozom, vagy előfordul olyan, hogy az ember nem emlékszik rá, és vesz még egy példányt belőle, egy duplikát keletkezik, amit szintén elhozok. Leginkább ez a felhozatal. Kálmándi Ferenc több évtizede gyűjti a lemezeket, minden bőrzére igyekszik egy színes választékot hozni. Itt érdekes módon Kaposvár, amivel múlt héten voltam Szegeden, itt inkább a kemény zenét, a heavy metalt, a hard rockot keresik, és szerencsére vásároltak is. Reneszánszukat élik a bakelit lemezek, újra népszerűvé váltak, ahogy a lemezbőrzék is, mondta a kaposvári esemény szervezője. Választási lehetőség nagyobb, mint a boltokban, hiszen itt olyan lemezeket is megkapunk, amit nem biztos, hogy boltokban el tudunk érni, hiszen boltokban inkább új lemezek vannak. Karc és pormentes, egyenes lemez a legjobb választás, azonban egy gyors tisztítással javítható a bakelit minősége. Ultrahangos mosást végzünk. Az azért másabb, mint a vákuumos mosás, mert ez a lemez mélyéről, a barázdák mélyéről kiszedi, ugye az ultrahangos rezgés által a port, ami az évek során ugye leülepszik az aljára. A kínálat sokszínűségét mutatja, hogy az 500 forintostól a több tízezer forintos bakelitig kínáltak lemezeket a gyűjtők. Azok a lemezek, amik kuriózumnak számítanak, akár egy bélyeggyűjtés vagy bármilyen más hobbi tekintetében, itt is természetesen a nagyon ritka kiadványok, különleges kiadványok, egyes nyomatok, japán vagy angol, azok sokkal, de sokkal drágábbak. Legközelebb decemberben várják lemezbőrzével az érdeklődőket Kaposváron. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. A Dunai árhullám megérkezik Gemencre. Teljes erdőlátogatási tilalom és útlezárás szeptember 18-ától. Online orvosi igazolás. Szeptember 1-től lépett életbe az intézkedés.
fiatal egyedek balszerencsés időzítése, tömeges fecske pusztulás, egy fürt szexárd, alkotóművészeti kiállítás. Csütörtök reggel az elszórtan előforduló párásság gyorsan megszűnik, majd napsütéses, gyengén felhős idő alakul ki. Számottevő eső érkezése nem valószínű. A hőmérséklet marad az évszakos átlag körüli szinten. Éjszaka csillagfényeségbolt lesz jellemző, esőtől nem kell tartani. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!